A Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar kísérete mellett verőfényes napsütésben, díszlépésben vonultak a honvédek az alakuló térre. A Műszaki Ezred Csongrádi úti laktanyájában csütörtökön délelőtt tartott ünnepélyes eskütételt a családtagok a közelben felállított katonai sátrak védelmében nézték végig. Az ünnepségen részt vett többek között Szédbik Imre polgármester és Kriston István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósa. A csapatzászló és az előjárók fogadása után elhangzott a nemzeti himnusz, majd esküdtettek a frissen kiképzett újoncok. Én, Kovács Norbert közkatona, esküszöm. Én, Magyar közkatona, esküszöm. Hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges honvédje leszek. Hogy Magyarországot híven szolgálom, hűséges honvédje leszek. Magyarország függetlenségét. Magyarország függetlenségét. Az állampolgárok jogait és szabadságát bátran. Az állampolgárok jogait és szabadságát bátran. Az alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával. Az alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával. A rám bízott honvédek és fegyverek erejével. A rám bízott honvédek és fegyverek erejével. Életem árán is megvédem. Életem árán is megvédem. Előjáróim parancsainak engedelmeskedem. Előjáróim parancsainak engedelmeskedem. Alárendelteimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Alárendelteimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem. Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. Róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Ha kellő akarattal, hittel és önfeláldozással teljesítenek a mindennapokban, a katonai pálya valóban hivatássá válik, mondta Bartók Gábor a lezredes ünnepi beszédében. Magyarország a hazánk, amiben otthon vagyunk, és a magyarság a nemzet, ahová tartozunk. Önök felesküdtek a piros, fehér, zöld zászlóra. És hozzátette, esküdtenni felemelő érzés, és egyben nagy felelősség is. Majd átadta az elismeréseket a képzés alatt legjobban teljesítő honvédeknek. Lépés! Indulj! A 10 hetes kiképzés augusztus 7-én egy nulladik regisztrációs héttel kezdődött. A tényleges alapkiképzést 56-an kezdték el, közülük vizsgát, majd katonai esküt 51 honvéd tett ezen a napon. A kiképzés olyan részekből állt, amit egy katonának az alap tudásához föl kell, hogy használjon. Értem ez alatt a műszaki kiképzést, általános lövésztet, harcászatot, békefenntartó ismereteket, egészségügyi ismereteket. Az olyancok az ország különböző részeiből, több megyéből érkeztek, közös bennük, hogy mindannyian a polgári életből, vagyis katonai előképzettség nélkül húztak egyenruhát. A kiképzőtiszt szerint nagy volt a kihívás, de végül is elégedett az eredménnyel. Én alapvetően is századparancsnok vagyok a beosztásomban, ugye ilyet ezelőtt nem így csináltam. Képeztem ki katonákat, képezzek ki katonákat, de a polgári életből teljesen nulláról indulva, ez egy nekem is újdonság volt, és kihívás volt, amit örömmel teljesítettem. Ördög Krisztiánt a zene hozta a Magyar Honvédséghez. A fiatalember a Pécsi Egyetem klasszikus fúvola szakán tanul, közben novembertől már egyenruhában a Honvédség egyik zenekarában játszik. Én azért lettem katona, mert zenészként hallottam egy próbajátékról, elmentem a székesfehérvári 43. híradó és vezetés támogató ezredhez, és ott megismerhettem egy nagyon-nagyon jó parancsnokot, egy nagyon jó csapatot. Egyértelmű volt a döntés, hogy akkor megyek és maradok ott, és végigcsinálom a kiképzést. Az esküdtett újoncok a Magyar Honvédség 12 különböző alakulatához kerülnek, többségük a Hódmezővásárhelyi 5-ös bocskai lövészdandárnál teljesít szolgálatot, néhányan pedig maradnak Szentesen a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred alakulatainál. A kiképzés úgynevezett szak-alapkiképzéssel folytatódik, ahol már speciális képzést kapnak a katonák.